Hát akkor üdvözlök mindenkit. Ugye illik ilyenkor megköszönni a lehetőséget. Itt csak az én számom kicsit furcsa hangzik, mert ugye a szervezők között vagyok, tehát olyan, hogy a saját magamnak köszönném meg, de nem így történt, tehát a szervezők egy részhalmazának, a valódi részhalmazának szeretnék megköszönni, hogy beszéltek. Ez egy olyan téma, amit én nagyon szeretek, és szoktam sokszor így tanárszakosoknak is mondogatni, hogy milyen érdekes. Hát van egy pár fóliám, hogyha már ugye a végén nagyon unatkoznának, akkor nyugodtan állítsanak le. Sok mindenről lesz itt szó, tehát matematika, történet is lesz bennem, meg mindenféle. Na, szerintem rögtön ismerkedjünk meg a 26. A kérdés az mindenki számára világos, tehát van-e 2016-tal kezdődő 2 hatvány, és hát nyilván érdemes megismerkednünk először a 2 hatványokkal. Itt egy táblázatban összegyűjtöttem 2 a nulladikontól 2 a 49-edikéig a 2 hatványokat. Rögtön az ember úgy nézegeti, és hát persze kérdés az, hogy észreveszünk-e valami szabályosságot, vagy szabálytalanságot. Persze most túl sok időnk nincs ezen elmerengni, úgyhogy én most segítek. Hogyha az ember megnézi az első számjegyet, akkor nem lát 9-essel kezdődőt, ezek között legalábbis. Hát rögtön felmerülne a kérdés, hogy egyáltalán van 9-essel kezdődő 2 hatvány? Ezt a kérdést nem én tettem fel először, ezt szokták Gelfand kérdésének is nevezni. Egy híres szovjet matematikus volt egyébként. Na most a válasz nagyon egyszerű, hogy nem voltunk elég kitartóak, legalábbis én mondjuk, mert csak 2 a 49-edikéig mentem el, de egy picit tovább megyek, 2 az 53-on, az már 9-essel kezdődik. Sőt, utána 2 a 60-on, 73-on, 83-on, 90-on, az mind 9-essel kezdődik, de már a 2 a 103-on nem. Ezen egyébként érdemes elgondolkodni, hogy vajon miért van ez a, hogyha 2 a 10-ennel megszorozzuk, akkor egy darabig ugyanaz a kezdő számlék. Szóval ez egy könnyű kérdés volt, akkor nehezítsük a feladatot, és ugye elérkeztünk az előadás címéhez, hogy 2016-tal kezdődhet egy 2 hatvány. Ez már nem olyan egyszerű, a kézér Ildi mondta nekem, hogy ő Excelben fölírta 2, nem tudom én meddig a 2 hatványokat, és nem talált 2016-tal kezdődőt. Nem, hanem ő sem volt elég kitartó, mondjuk ezt. De majd az előadásban kiderül, hogy van-e, vagy nincsen. Most egy másik megfigyelés, amihez persze tovább kell nézni ezt a táblázatot, hogy az ember csinálja statisztikát, és megnézi, hogy egyessel, most az 1-től 50-ig, tehát az a táblázatra vonatkozik, hogy ugye 49-ig mindegy, hogy mennyi egyessel kezdődő van, mennyi kettessel kezdődő, és arányítja ugye az összszámhoz, tehát ott százalékok vannak. Hát az előbbi táblázatban a 30% az egyessel kezdődik, 20% kettessel, és így tovább. Tehát olyan gyanús, de az ember gondolja, hogy túl keveset írtunk fel, akkor én is elfogtam az Excel-t, fölírtam akkor 2 a 100-on, így megszámoltam és megnéztem az arányokat. Hát megint 30, 17, 13, akkor elmentem 500-ig, ott is 30, 17 egészet, és így tovább. Tehát az a, legalábbis az egyessel kezdődők, azok mindig a 30%-át alkotják. Hát ez már egy érdekes kérdés, hogy vajon a gyakoriság az különböző? És mi történik, hogyha ennél tartanánk végtelenhez? Itt kirajzoltam egy ilyen diagramot. Hát valamiféle eloszlást követ ez? Tehát megadhatjuk azt, hogyha mondjuk x-el jelölöm a számjegyet, akkor y-x lesz az, hogy mi a gyakoriság van ki. Na szóval ezekre a kérdésekre fogunk választ kapni az előadás végében. És akkor van itt egy látszólag egyáltalán nem ideillő kérdés, még egy táblázat. Két táblázat van, az egyikben az USA tagállamainak népessége, ugye 51 tagállam van. Az egyikben ez a tagállamok népessége van, a másik táblázatban én egy kicsit belekontárkodtam, és megváltoztattam az adatokat. A kérdés, hogy a két táblázat közül melyik az, amelyik valóban a népességeket tartalmazza. Hát ugye most megint nincs sok időnk, de lehet tippelni, hogy vajon melyik az, amelyikben... A ki fog derülni az előadás végén? Hát ugye most itt persze egy-kettő, de valószínűleg eltaláljuk. Ez itt az előbb is. Na jó, szóval erre most még nem mondok választ. És akkor térjük vissza először a 2016-os kérdésre, és próbáljuk megfogalmazni, hogy mi is itt a feladat. Ugye mit jelent az, hogy a 2 az ennedik, ennek az első 4 szám, ugye 2016? Hát úgy kezdődik, hogy 2016, meg aztán van k darab számjegy. Ami azt jelenti, hogy a 2 az ennediken, az 2016-szor valami 10 a k-adikon, és 2017-szer 10 a k-adikon között helyezkedik el. Hát akkor vegyük logaritmust, és akkor azt jelenti, hogy az n-szer 10-es alapú logaritmus 2, az k plusz 10-es alapú logaritmus 2016,
és K plusz 10-es orra probabilitás 2017 között van, ugye az a K az egy egész szám, pozitív egész számot jelöl. Ugye nyilván a K-nak nincs szerepe, mint látjuk, hanem valójában a tört részeknek van szerepe, ugye az azt jelenti, hogy az N-szer log 2-nek a tört része, az beesik a log 10 2016 tört része, és a log 10 2017 tört része közé. Hát ha sikerül találni olyan N egész számot, vagy nyilván van itt egy kis sumákolás, hogy ez a K, de abban most nem menjünk bele, tehát hogyha találunk egy elég nagy N egész számot, pozitív egész számot, hogy az N-szer 10-es alakú logaritmus 2-nek a tört része, az beleesik abba az intervallumba, akkor a 2 az N-ediken, az 2016-tal fog kezdődni. Tehát tulajdonképpen a feladatot átfogalmaztuk arra, hogy mondjuk alfával jelölve azt a 10-es alakú logaritmus 2-t, hogy találunk-e olyan N-et, hogy az N-szer alfa számnak a tört része az bizonyos intervallumba esik. És ki fog derülni, hogy a válasz az igen. Sőt, ennél sokkal szebb dolgok is ki fognak derülni. Megjegyeztem egyébként, hogy az egész részjelölés az Gauss-tól származik, hát a tört részjelölés ez elég modern. Ezt még az 50-es években zárójellel jelölték, szóval erre nem tudok nevet adni. No, akkor menjünk egy kicsit tovább. A számegyenesen rajzoljuk be, hogy hol vannak azok a számok, amelyeknek a tört része valami két 0 és 1 közötti szám közé esik, mondjuk A és B közé. Hát világos. Ugye ha 0-1 közötti, 0-1 intervallum mondjuk, akkor A és B közé kell. És ezt szépen eltoljuk periódikusan, tehát egyes, vagy egész számokkal. Tehát azok a piros intervallumok lesznek azok, az X számok, amelynek a tört része az A és B közé esik. Hol vannak azok a számok, amelyeknek a, ugye az N-szer alfa többszörösei, ja, most alfával jelöltem azt a 10-es alfa logaritmus 2-t, hát ugye az nagyon egyszerű, csak az ember felrajzolja az alfa többszörösét. És a kérdés akkor nem olyan egyszerű, hogy van-e olyan N-szer alfa, ami valamelyik piros intervallumba beleesik. Na most az észrevétel a következő, hogy a számegyenes az túl hosszú nekünk. Az egész részek nem lényegesek, ugye csak a tört rész lényeges, tehát mindig az a lényeges, hogy egy ilyen nullától egyig, vagy egytől kettőig, kettőtől három, két egész szám közötti szakaszon mi történik. Hát csináljuk azt, hogy fogjuk ezt a számegyenest, és feltekerjük az egységkerületű körvonalra. Hát úgy is fogalmazhatok, hogy fogok egy orlót, és feldarabolom ezt a számegyenest, és rátolom az egészet a 0-1 intervallumra. Hát csak a 0-1 közötti rész érdekel engem, a tört részek. Hát szépen áttérünk a számegyenesről a körvonalra. Hát most feltekertem az előbbi ábrát, ugye a 0 az ott van mondjuk pozitív irányban tekertem, és akkor ott van az alfa tört része, aztán a két alfa tört része, és így tovább. Egyébként el tudja képzelni, tekergettük, és akkor az N-szer alfa oda kerül például. Nyilván a piros intervallumok, azok mindig ugyanoda fognak kerülni, mert az egységkerületű a körvonalunk, tehát az a piros intervallum az mindig ott lesz. És akkor a kérdés az az, hogy van-e olyan N, hogy abba az ívbe fog kerülni az N-szer alfa. Most a feltekerésből adódóan egy észrevételt érdemes megjegyezni, hogy hogy jutunk el mondjuk egy N-szer alfából egy N plusz K-szor alfához a körvonalon. Hát ugye az ember ugye hogy jutunk el a számegyenesen? Hát az N-szer alfához hozzáadjuk a K-szor alfát. Hogyan adjuk hozzá? Hát hozzáadjuk az egész részét a K-szor alfának plusz a tört részét. Most a feltekerésnél mi történik? Amikor azt az egészet hozzáadtuk, az azt jelenti, hogy hát egy párszor föltekertük az egész, de visszajutottunk oda, ahonnan kiindultunk az N-szer alfából, és akkor még tekerjük a K-szor alfa tört résszel. Hát tulajdonképpen a körvonalon nagyon egyszerű eljutni az N plusz K alfában, N alfából, mert egyszerűen csak pozitív irányban a K alfa tört részével fordulnunk kell. Ugye, tehát a számegyenesen ez nincs így. Ugye szoktuk ezt ilyen gyakorlaton feladni, hogy igaz-e az, hogy a két alfa tört része az a kétszer alfa tört része, tehát ez így nem igaz. Persze a körvonalon mindent úgy lehet csinálni, az ember akarja, tehát szokták mondani, ez a középiskolások álma. No, ez fontos észrevétel, tehát ezt majd később is használjuk. Akkor a következő lépés, hogy nézzük meg, ugye itt látunk egy csomó pontot a körvonalon, most mennyi van ezekből? Előfordulhat az, hogy csak véges sokat kapunk, tehát egyszer csak visszajutunk valahova? Vagy végtelen sok van? Az N-szer alfa megegyezik az N-szer alfa tört részével, az azt jelentette, hogy ugyanúgy, hát a tekerést ugyanúgy jutottunk vissza, az azt jelentette, hogy a kettő között egész távolság van a számegyenesen. Tehát az
akkor az n-szer alfa meg az n-szer alfa különbség egy egész szám kell, hogy legyen. Tehát n-szer alfa minusz n-szer alfa az egy egész. Tehát alfának valami l per n minusz n-nek kell lennie, tehát racionálisnak. Tehát csak akkor juthatunk vissza egy korábbi pontba, hogyha az alfa racionális. És akkor periodikus lesz nyilván. És ez könnyen látható, hogy visszafele is igaz. Tehát hogyha az alfa valami p per q, akkor már az n plusz q-szor alfa az ugyanaz lesz, mint az n-szer alfa tört része. Tehát akkor megegyezhetjük, ami pirossal van. Tehát az n-szer alfa tört rész sorozat pontosan akkor periodikus, hogyha az alfa racionális. Hát igen ám, de most mi az alfa? Az a 10-es alapú logaritmus 2, ami talán még középiskolában is az ember belátja, hogy az irracionális, mert különben azt jelenteni, hogy 2 a q-adikon az 10 a p-adikennel egyezik meg, és hát ugye a jobb oldal osztható 5-tel, a bal oldalon meg nem. Hát akkor jelen esetben akkor ezek szerint végtelen sok különböző pontot kapunk a körvonalon. És akkor a következő kérdés, hogy ezek milyen közel lehetnek egymáshoz? Hát vegyük egy nagy n-et, és osszuk fel 1 per n darab hosszúságú intervall, vagy ívekre ezt a körvonalat. Mondjuk legyen úgy, hogy zárt nyílt, tehát ezek diszjunktak legyenek. És tekintsük az alfa törtrész, két alfa, stb. N plusz egy alfa törtrész pontokat. Ezek mind különbözőek, az előbb láttuk. N plusz egy darab van belőlük, de csak n darab körívünk van. Hát van olyan köríves a skatujelv miatt, amelyikben legalább 2 esik. Ugye a skatujelvet szokták Dirichlet nevéhez kötni, aki egyébként fiókelvnek nevezte ezt. Tehát már is találtunk, de bármilyen nagy n-hez van n-alfa, meg n-alfa, m-alfa, amelyek egy per n-nél kisebb távolságra vannak, a távolságot most a körívet értem. Tehát ezek bármilyen közel lehetnek egymáshoz. És most már csak le kell aratnunk a babérokat lényegében. Tehát megfogalmaztam még egyszer, tehát adott egy nagy n, akkor tudtunk egy kis n-et, meg egy m-et, hogy az n-szer alfa, meg mondjuk, hát m-et jelölhet úgy is, hogy n plusz q, tehát feltettem, hogy az m az nagyobb, hogy az n plusz q alfa, ott a távolsága 1 per n, hogy oda felrajzoltam. És ugye most jövök az észrevétellel, hogy hogy kapom meg az n plusz q alfát az n alfából, hogy egy q alfa ívvel fordultam pozitív irányban. Most persze föltettem, hogy az n plusz q alfa az pozitív forgással kapható meg. Tehát ugye ebben az esetben akkor mit csinálok? Hát már nincs más hátra, mint hogy elkészítem az n plusz 2 q-szor alfa, n plusz 3-szor q alfa, és így tovább pontokat, mert az mindig mit jelent, hogy q alfa ívvel tovább fordulok. Egy per n-nél kisebb ívekkel. Az azt jelenti, hogy kapok egy ilyen csomó pontot a körvonalon, amelyek egy per n-nél kisebb távolságra vannak egymástól. Az azt jelenti, hogy bármilyen ívbe, amelynek ami ott a körvonalon van, és egy per n-nél tehát bármely 1 per 1 hosszúságú ívbe, most úgy írtam, esik legalább egy pont, ugye, mert amivel lépkedek, az 1 per n-nél kisebb lépés. Most nyilván meg kell nézni azt az esetet is, amikor az n plusz q-szor alfa, az ugye, hogy mondjam, mögötte lenne az n alfának, akkor mi történik? Akkor az történik, hogy az az ív, akkor most persze nem az történik, hogy az n plusz n alfából, n plusz q alfába, q alfa ívvel jutok tovább, hanem 1 mínusz q alfa ívvel, ugye, mert ezt az ívet kell néznem. Ez lesz a q alfa tört rész, és ez lesz az 1 mínusz q alfa tört rész. És akkor visszafele fogok lépegetni. Tehát az ember csinálja az n plusz 2 q alfát, n plusz 3 q alfát, akkor mindig az fog történni, hogy most visszafele lépegetek, egy per n-nél kisebb ívekkel, de megint az van, hogy bármelyik egy per n hosszúságú ívbe egyszer csak bele fogok lépni. Hát összességében akkor azt kaptuk, tulajdonképpen ez a fő tételünk, amit úgy is lehet mondani, hogy a tört részeknek a sűrű elhelyezkedése, hogyha van nekünk egy irracionális számunk, akkor a 0-1 intervallumnak bármely nem üres nyílt részintervallumába esik az n-alfa tört rész sorozatnak eleme vagy tagja. És akkor ezt szokták úgy fogalmazni, hogy mindenütt sűrű ez a sorozat. Egyébként ez Cantortól. És akkor a következmény az nagyon egyszerű, hogy végtelen sok olyan kettő hatvány van, amely 2016-tal kezdődik, ugye, mert az miről szólt? Hogy az n-szer log 10-2 tört része essen bele bizonyos intervallumba. De látjuk, hogy bármilyen intervallumba esik annak a sorozatnak tagja. Sőt, igazából nem is volt itt lényeges, hogy kettő hatványokat néztünk, hanem bármilyen olyan R alakú hatvány tekinthető,
hogy a tízes alapú logaritmus az egy irracionális. Nyilván itt fontos az, hogy egyrészt a tízes számrendszerről beszélünk, meg az is, hogy ez az irracionális. Tehát például a 10 hatványait nézzük, akkor ugye mindegyiknek az első jegye az 1. Másrészt meg ha a 2 hatványait a 4-es számrendszerben írjuk fel, akkor 1-2-1-2 egy periodikus. Tehát az sosem lesz 2016-tal kezdődik. Most, mert ugye nincs is, igen. Akkor 9-essel nem fog kezdődni, így már. Köszönöm szépen a hozzászólást. Ez egy kis melléktermék, talán ebben nem mennék bele annyit, de megjegyezném, hogy maga a bizonyítás akkor azt is kihozza, hogy egy irracionális számot mennyire jól tudunk közelíteni racionális számmal. Hát ad az ellenség egy alfa irracionális számot, meg egy nagyon természetes számot, akkor tudjuk közelíteni olyan P per Q irracionális számmal, hogy az alfának a P per Q-tól vett eltérése az biztos, hogy kisebb, mint 1 per N szer Q. Most a bizonyításban nem mennék bele, egyébként ez föl lesz az interneten. Lehet, hogy kicsit gyors vagyok most, de ez mind remélhetőleg úgy le van írva, hogy az ember visszanézi, akkor megérti. Akkor a következő kérdés, és akkor innentől kezdve jön az egyre szebb dolog, hogy az ember megkérdezheti, hogy milyen arányban kezdődnek a 2 hatványok 2016-tal, amit úgy fogalmazhatnánk, hogy veszek egy jó nagy n-et, felírom 2 ad nagy n-ig a 2 hatványokat, és megszámolom, hogy mennyi azoknak a száma, vagy az aránya, arányítom nagy n-hez, amelyek 2016-tal kezdődnek, ugye pont az a hányados, ami minket érdekel körülbelül. Ugye nyilván, ugye precízen itt nagy n-vel limeszt kellene venni határértéket. Sőt, általában megkérdezhet, ezt átfogalmazhatjuk a tölt részekre is, hát az n-alfa sorozatnak a tölt része, az mikor esik egy bizonyos intervallumban, mi annak az aránya. Tehát ez az általános kérdés. És a válasz az nagyon érdekes, hát számomra lenyűgöző, hogy amekkora annak az ívnek, tehát most a körvonalon nézem, hogy egy adott ívbe eső kettő hatványoknak az aránya, vagy hát az n-szer alfát nézünk, bocsánat, az n-szer alfa törtészeknek az aránya adott ívbe eső, az annyi, mint annak az ívnek a hossza. Tehát, hogyha veszük a körvonalat, véget szer, ugye berajzoljuk az n-szer alfa törtész sorozatok, jó sokat, és megszámoljuk, hogy abban az ívben mennyi esik, akkor ha jó nagy n-et veszünk, az körülbelül annyi lesz az arányuk, mint amennyi annak az ívnek a hossza. Ugye ezt szokták úgy hívni, hogy egyenletes eloszlási tétel, és itt persze mondjuk limeszt kell írni, hát hogy az n-szer alfa töltrész A és B közé essen, ugye azoknak a száma van a számlálóban, annak a halmaznak a lelemszáma, osztom a nagy n-hez, és hogyha határértéket veszek, tehát az n az már jó, hogy akkor ez körülbelül b minusz a, tehát az intervallum hossza. Tehát akkor jelen esetben a 2016-tól kezdődő aránya az annyi, mint annak a legelején felint intervallumnak a hossza. Ugye mi volt a kezdő pontja? Hát a 10-es alapú logaritmus 2016, és a másik végpontja a 10-es alapú logaritmus 2017, annak pont annyi a hossza. Tehát körülbelül a kettő hatványoknak annyi a része kezdődik 2016-tal, az nem túl sok. És általában akkor a D számjeggyel kezdődő kettő hatványoknak az aránya, az pedig 10-es alapú logaritmus D plusz 1 per D. És hogyha ezt az ember kifejti, hogy ez konkrétan mit jelent, pont azt a gyakoriságot kapjuk, amit a legelső vagy a második fólián írtam fel. Tehát ezek alapján az egyessel kezdődők, azok körülbelül 30,1%-a. Hát 30, igen, mert akkor ugye az nem, ez a határértéke. 17,6. Ugye, hogyha kis ennet néztünk, ott még csak 20 volt, igen, de aztán 17,6. Tehát az nem véletlen, fel is rajzoltam ezt a diagramot, tehát ez ugye, hogyha azt a függvényt akarjuk megmondani, akkor ez a 10-es alapról, vagy most 1 plusz 1 per x. Itt van még egyszer ez a táblázat egyébként, és akkor ebből látszik, hogy azért nagyjából, hogy 500-ra már elég közel van az eloszlása, a végső eloszlása. Egyébként megjegyzem, nem, ugye az egyenletes eloszlási tételről nem mondtam bizonyítást, de például az egyessel kezdődő aránya az nagyon, jó, nagyon egyszerűen kijön elemien. Valójában az igaz, hogy 2 ad nagy n-ig, pontosan annyi 2 hatvány kezdődik egyessel, mint amennyi a 2 ad nagy n-nek a számjegyeinek a száma. Mert az igaz, hogy a k-jegyű 2 hatványok között csak is a legkisebb kezdődik egyre, pontosan 1. Ezt könnyű meggondolni, talán ebben nem mennék bele, ez egyszerű kis indirekt okodás. Tehát ha 2 lenne, akkor az arányuk az nem lehetne annyi, amennyi 2.
ha pedig ha nem lenne, az azt jelentene, hogy az arányuk az túl nagy lenne. És akkor ebből könnyen kijön, tehát az egyel kezdődő kettő hatványok kettő ad ennék, ugyanannyian vannak, mint a számjegye a kettő ad ennek, és az pont ilyen tízes alakú logaritmus kettő ad en, és akkor így be lehet, akár ezt még ugye be is lehet fogni két szám közé. Tehát az egyessel kezdődőekre még becslést is lehet adni az arányára. Persze az a kérdés, hogy most a kettő a nulladikont, azt bevesszük-e kettő hatványba, vagy nem, de most ebben nem menjünk bele, a határérték szempontjából lényegtelen. És akkor még egy szép tétel szeretnék, ez a három távolság tétele, ez már ugye nagyon messze megy, de nekem ez nagyon tetszik. A következő, megint visszatérünk a körvonalra, és nagy n-ig felrajzoljuk a, most nullát is berajzoljuk, és az n-szer alfa pontokat egytől nagy n-ig. És az az állítás, ugye ezek a szomszédosak létrehoznak íveket. És az állítás gyönyörű, hogy az ívek között legfeljebb háromféle különböző hosszúság fordulhat elő. Hát nézzük meg. Berajzoltam az egyest, és különböző színekkel rajzoltam az íveket, hanem az egész cikket különböző színnel. Újabb pont, és megjelenik egy harmadik szín is. Ugye az öt alfa, hát ezt le lehet ellenőrizni, hogy nem csalok, de higgyék el nekem. Hát mindig egy pontot berajzolok, mindig csak legfeljebb három különböző ívhosszúság van. Most elmentem 16-ig, és akkor azt hiszem ez a végső. Az alfa az irracionális, persze. Ja, az kimaradt a tételből, igen. Köszönöm szépen. Ez egyébként Steinhaus sejtése volt, és erre sok bizonyítás született az 57-58-as években, de Tésós Vere nevét szokták ehhez kapcsolni, mert a következő eredménye, ami megint csak bámulatos, hogy ez rendben van, hogy legfeljebb háromféle ívhosszúság van, de ha én letörlöm, és csak a 0-2 szomszédját hagyom meg, tehát a 10, és ugye itt kaptuk egy permutációját az 1-től 16-ig számoknak ezáltal a körvonalon, tehát 9, 2, 11, 4, stb. Ha most én csak azt hagyom meg, ami a 0-2 szomszédja, a 16-ot és a 9-et, és csak ennyit tudom, se az ábrát, se az alfát, semmi, akkor vissza lehet állítani azt a permutációt. Tehát ebből a 16-ból, meg a 9-ből én vissza tudom állítani az előbbi permutációt, ezt. Tehát ott kaptunk 1-től 16-ig ezt a permutációt, hogy 9, 2, 11, 4, 13, stb. 1-től 16-ig az egész számok. Igen. Letörlöm, és ebből vissza lehet állítani az előbbit. Egyébként, hogyha az ember sokáig nézi, hogy ott hogy következnek a számok, meg lehet, tehát hogy rá lehet jönni, hogy mi az a szabály, idézőjelben szabályszerűség, de talán ebben most nem mennék bele. Itt néhány érdekességet írtam föl még erről a sorozatról. Hát talán akkor a két legérdekesebbet mondanám, hogy a skatulya elvet, ugye Dirichlet szokták kötni, de már sokkal régebben megjelent ez. Egy jezsuita szerzetes írta le, hogy 622-ben, hogy biztosan van két ember, akinek ugyanannyi hajszála vagy pénzérméje van. Ugye valahogy így is szoktuk bevezetni sokszor ezt a skatulya elvet dolgot. Tehát az embernek, mit tudom én, van 100 000 hajszála, nekem már annyi nincsen, de és mondjuk nem tudom, hogy hány millió ember van a Földön, hát biztos, hogy van kettő, akinek van. És egy másik érdekesség, ami ez a hogyan lehet, tehát miért jó az, hogy közelítünk racionális szám, vagy irracionális számot racionálissal, egy érdekes alkalmazás, az Huygens, persze nem jól mondom a nevét, de nem tudom hollandul kiejteni. Tehát ő 1682-ben egy planetáriumot akart létrehozni, tehát a naprendszernek egy modelljét fogaskerekek segítségével, és ott szüksége volt, ugye nem akart túl sok fogacskát a fogaskerékre, egyébként itt van kép róla, nem akart, tehát minden bolygót egy fogaskerék mozgatott, és hát ugye azt akart, hogy ez a valóságot tükrözze, tehát hogy az egyévi elfordulás az ugyanannyi legyen, mint a valóságban. És hogyha például az ember arányítja egymáshoz a Földnek, meg a Szaturnusznak az évi elfordulását, akkor egy olyan elég nagy számlálói, meg nevezői tört van, túl sok fogaskereket kéne használni, és ezt például, ezt a törtet nagyon jól lehet közelíteni a 206/7-tel, és itt pont Huygens a lánctörteket használta, ami tulajdonképpen az approximációnak egy továbbfejlesztés. Most ezek abból jönnek, hogy itt ilyen szögpercek vannak, és akkor abból az ember arányítja egymáshoz.
Ez egyébként ma is látható, de már nem működik, mert hát nem tudom, már régóta elromlott, de akkor még működött állítólag. És akkor még vissza a tárgyalatot, elnézést, 5 percet még kérek, hogyha Robi van nekem. Jó, mert aztán szünetből veszem itt el az időt, és ez nem mindig jó, nem mindig szeretik az emberek. No. Hát hiszen a táblázathoz, melyikben lehetnek az igazi adatok? Hát most már számjegyekről beszéltünk, első számjegyekről, hogy ha az ember megnézi csak az egyeskel kezdődőek számát, ugye 51 adat van mindegyikben, hát ebben elég sok, tehát 12 egyessel kezdődő van, abban meg csak 5. És hogyha erre is igaz lenne az, hogy a 30%-nak egyessel kellene kezdődnie, hát akkor melyiket választanánk? Hát akkor nyilván az elsőt. Egyébként, ha csinálunk egy statisztikát, hogy az első táblázatban mennyi az 1-essel, 2-essel, stb. Kezdődők száma, és utána arányítjuk ahhoz az eloszláshoz, ami a 2 adent számjegyeinek az eloszlása, talán jobb, hogyha egy diagramon mutatom meg. Tehát a zöld jelzi az első táblázatban a számjegyek eloszlását, a piros a másodikban, és a 2 adent számjegyeinek az eloszlása az a 2. Na most, hogyha választanom kéne, ugye látszik, hogy a piros az nagyon kiegyenlített, a zöld sem illeszkedik annyira a kékhez, de mégis az látszik, hogy azért valamennyire az egyesből van ott a legtöbb, és egy kicsit úgy csökken. Tehát minden esetre, hogyha tippelnem kéne, én biztos, hogy az első táblázatot tippelném ezek után. És ez egy helyes, hát a másodikat azt én kicsit megperturbáltam. Én gyorsan összeadnám a számokat, és megnézzük, hogy melyik adja a tényleges lakot. Hát ha tudod fejből, igen, persze, most... De tegyük fel, hogy üres szobában vagy, és nincsen semmi. Most lehet, hogy úgy voltam be, hogy... Igen, igen. Na, egyébként akkor egy kis történeti érdekesség, hogy kivette észre ezt a számjegyeknek az eloszlását, hogy itten valamiféle furcsaságok vannak. Ugye volt egy csillagász, ez a Newcomb nevezetű, aki azt fogalmazta meg, hogy a logaritmus táblák, amit ma már nem használunk, ugye ezek már ki lettek dobva, de amikor még nem voltak számítógépek, hogy az első oldalak azok sokkal piszkosabbak, tehát amik, nyilván ott voltak azok az adatok, amik az egyessel kezdődők, azt mondja, hogy többször használták az emberek. Aztán ezt elfelejtették utána, és utána jött ez a mérnök, a General Electric mérnöke, Ben Ford, aki erről egy hosszabb cikket írt, és ezután nevezték el Ben Ford eloszlásnak, vagy törvénynek ezt az egészet. És ő fogalmazta meg azt, hogy a természet nem úgy számol, hogy 1, 2, 3, 4, 5, hanem, hogy E ad 0, E ad 1, E ad 2, és így tovább. Egyébként a természetben sok ilyen folyamat fordul elő, amik ilyen 2 ad N-hez hasonló mértani sorozatok. Ugye szokták a népességnövekedést, Malthus törvény alapján, meg a Fibonacci sorozat is bizonyos értelemben, hogyha nagy N van, akkor az egy mértani sorozattal közelíthető. És hogy ezért nem légből kapott ez az egész, tehát én olvastam arról, van egy könyv ennek a Mark Nigrinek, aki azt taglalja, hogy hogy lehet alkalmazni például mindenféle ilyen könyvelési és adócsalások felderítésére. Tehát hogyha azoknak is valahogy követnie kell ezt az eloszlást, hogy miért, azt most én nem tudom, ebben nem mentem bele. Egyébként ezt lehet valamiféle valószínűségi magyarázattal is megmagyarázni, tehát nem csak így, ahogy én most ilyen ilyen számelméleti szempontból, de ebbe annyira nem mennék bele. Itt van egyébként Newcombnak a táblázata. Hát ez persze az ő indoklása, meg lehet, el lehet olvasni a cikket, ez elérhető. Szóval egy kétoldalas cikk, én nem nagyon értem az indoklását, de ugye régen volt még ez, meg ő csillagász is volt. Ő még felírta a második egyek eloszlását is, hogy ott már azért nem olyan nagyok a különbségek. És akkor jött Ben Ford, ő egy csomó adatot vett, ezek itt mind különböző adatok, tehát például, nem is tudom, újságban, kinyitotta az újságot, és megnézte az újságban a számokat, és felírta, hogy mennyi az egyessel kezdődő, vagy nem tudom én, vannak itt különböző fizikai konstansok, és akkor látszik, hogy valamelyik jobban követi, valamelyik kevésbé jobban, de ha az ember az egésznek az átlagát veszi, akkor az nagyon jól követi ezt a Benfordot. Tehát azt szokták mondani, ha vannak véletlen eloszlásaink, és azokból véletlenszerűen válogatunk adatokat, akkor amit kapunk, az tényleg ilyen Benford eloszlás lesz. Ez most az internet, hogy most ez az előző? Nem, ez is az ő cikkéből volt. Ja, az internet, nem? Elérhető, igen, 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 igen. Na és akkor mutatok én még néhány ilyen adatot. Tehát például az N faktoriálisnak megnézi, megint még Excel-be beírják, és akkor megnézi az első számjegyeket az ember, kiírtam ugye N 100 faktoriálisig, csináltam egy ilyen átlagot, hát
azért egész jól követi. Ez pedig a faktorális az nem egy mértani sorozat jellegű, de valamiféle van benne azért, mert lehet közelíteni ezzel a Stirling formulával. És be lehet látni, hogy tényleg, hogyha ennél tartunk a végtelehez, akkor ez is Benford lesz. Aztán mutatok még egyet. A Föld országainak területe. De az ember itt is nézi, hát itt is az egyessel kezdődők azok 30% körül, és a többi is milyen jól követi. De itt azért felmerül a kérdés, hogy a terület az is exponenciális növekedés, az országok területe. Egyébként milyen meglepő, a CIA-tól vettem az adatokat. Sose gondoltam, hogy a matek előadásban a CIA-t fogom megemlíteni, de ez is előfordult. Igen, igen, az, amin a kettő a Denn elsőjei követnek. Egyébként erre az Arnoldnak van egy modellje, aki azt mondja, hogy képzeljük el, hogy van valami felosztása a világnak, és minden időpillanatban, mondjuk diszkrét idő van, egy-ketted valószínűséggel egy ország megfeleződik, vagy pedig összeolvad egy ugyanolyan területűvel. Úgyhogy az ember ezt számítógéppen leprogramozza, akkor valahogy tényleg kijön ez a... Ebből az egyszerű modellből kijön ez. Persze nyilván a világ nem így, területek nem így alakulnak, de valamiféle egyszerű modell. Akkor még egy a GDP értékek, hát valahogy azok is követik ezt. És akkor innentől kezdve, hogyha az ember unatkozik, foghat különböző adatokat, és megnézheti, hogy az olyan követi, vagy nem követi a Benford eloszlást. Nagyon sok minden követi egyébként, tehát tavak területe, meg mindenféle. Tehát ez egy jó kis szórakozás szerintem. És akkor még egy utolsó ábra, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy itt arról van szó, hogyha megnézem 1-től n-ig a természetes számokat, és azok közül mennyi kezdődik egyessel, akkor az 30% lesz. Mert az egy ilyen grafikon. Hát az egyessel kezdődők n-ig, az ugye itt van az n feltüntetve, az egy ilyen furcsa grafikon, tehát az már nem a Benford. Az egy jó középiskolai feladat, hogy mik azok a maximum értékek, meg a minimum értékek, és hol vannak. Egy nehezebb feladat ez egyetemi, hogy ennek a függvénynek hogyan definiálnak az átlagos értékét, hogy tényleg kijöjjön a 30%. Mert lehet definiálni átlagos értékét úgy, hogy kijöjjön az a 10-es alakú logaritmus 2. Egyébként ez magyar nyelven is olvasható, majd mindjárt mondom a végén. És akkor utolsó... Még ami matematika, utána az irodalomjegyzék következik. Néhány feladat, ami ehhez kapcsolódik. Tehát a Köbalban valamikor jó régen feltették azt a kérdést, hogy a kettő hatványai utolsó jegye ugye periodikus, igaz-e az első jegyre? Hát ezt most láttuk, hogy nem igaz. Egy másik kérdés, mi van akkor, ha nem kettő hatványokat veszünk, hanem például köbszámokat? Tehát egy köbszám kezdődhet-e mondjuk 2002-1-essel, vagy 2016-tal? Ez egy kis aranyos feladat. Egy keményebb dió, hogy akkor kettő hatványok helyett a négyzetszámok vagy köbszámoknak az első számjegyei követik a Benford törvényt. És végül egy utolsó kérdés, de ez már egy másik előadás téma is lehetne, hogy első számjegyek helyett utolsó számjegyeket. De kérdezzük meg ugyanezeket a kérdéseket. Ja, tényleg az itt nem, ugye a könyvnek a fordítója is egyébként, de nem azért írtam fel. Hát erre a kérdésre az Arnold könyvben, Arnold egy rossz választ, nem az Arnold adott rossz választ, a fordító a harmadik hatványokat köbszámnak fordította. Tehát a köbszámok nem követik a Benford törvényt, elárultam a választ, de ebben a könyvben úgy van, hogy követik, mert a harmadik hatványok követik, csak a fordító köbszámnak fordította. Tudom, hogy te voltál, de nem ezért írtam föl. No, és akkor itt van néhány olvasnivaló egyébként. Magyar nyelven nagyon jó könyvek vannak, tehát a Rajd Robi könyvében, a Szemmelmet könyvében lehet erről olvasgatni, erről az egyetes eloszlási tételről. Ez a Jaglom-Jaglom könyv, ez most jelent meg, abban be is van bizonyítva egyébként az egyetes eloszlási tétel elemilyen. Akkor Lackovics Miklós könyvében is van szó ilyen racionális approximációval, az is nagyon jó. Székely Gábor könyvében említi ezt a Benford-féle törvényt, és a Weaver könyv az nagyon jó, azt egyik, mert Robi fordította, abban szó van arról, hogy annak a függvénynek, aminek az átlagát kérdeztem, hogyan definiáljuk az átlagát, hogy tényleg kijöjjön az, hogy 30% az eloszlás. És akkor van, egyébként Tésósveri előadását is ajánlom, ez egy Kömal ankéta hangzott el a neten megnézhető, ott beszél arról a három távolság tételről is, amit én csak úgy futólag említettem. Jó, hát azt hiszem túlnyúltam, elnézést kérek, ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdés, egyező, és hozzászólás, további érdekességek.
rendszeresen az nem derül ki, hogy melyik a legelső ilyen. Ez egy jó kérdés, erre, igen, igen, de hogy legfeljebb egy becslést lehetne adni ebből a bizonyításból, de hogy, hogy melyik az, amely, az első, ami 2016-tal kezdődik.